Jó reggelt mindenkinek, vagy amilyen napszakban éppen nézitek ezt a videót, de hát ugye rendszerint hétkor már kint szokott lenni a következő videó, amikor töltök fel. Most ez egy ilyen gameplay videó lesz, nem véletlenül. Egyszerűen azért, mert ö, átléptük a kettő a 11-en feliratkozót, ami azért rendkívül nagy öröm, mert hogy alig három hete léptük át a kettő a tizediken. Tehát kettőnek a hatványaival játszom, amikor mérföldköveket jelölök ki itt a csatornán, és ez azért érdekes, mert hogy az elmúlt három hétben annyian csatlakoztatok újonnan a csatornához, ahány emberrel körülbelül három hete megünnepeltük azt, hogy elértük az akkori mérföldkövet, a kettő a tizedikent. Most ehhez a videóhoz nincsen semmilyen script megírva, nem fogok semmilyen bakit újra venni, úgyhogy ez elő szokott fordulni, vagy elő fog fordulni, hogy bele fogok bakizni a dolgokba. Egyébként azért vettem elő ezt a játékot ehhez a videóhoz, egyrészt mert, hogy 2048 a játéknak a címe, tehát 2011-en jelöli ez a cím. Másrészt pedig még az előző ünneplős videónál egy MDB nevű, vagy MDB nevű kedves követő fiú vagy lány, gondolom fiú, így a demográfiai statisztikákat elnézve, a legjobb eséllyel fiú lehetsz. Tehát ő javasolta, hogy mi lenne, ha ezt venném elő erre az alkalomra. Úgyhogy a kérés ez meghallgattatott, és neki is állok a játéknak. Egyébként egy kicsit ideges vagyok, azért, mert biztos, hogy el fogom rontani, ugyanis nem nagyon szoktam ezt úgy játszani, hogy közben beszélek is, és próbálok másra is koncentrálni, de hát ebből adódnak azok a bakik, amiket mondom, nem fogok kivágni majd a végén. Um, korábban nagyon-nagyon megszállottja voltam ennek a játéknak, amikor időm volt, vonatom, buszon, amikor várakoznom kellett, akkor rendszeresen elővettem, hogy... Elősen vele az időt, viszont miután sikerült kirakni teljesen az egészet, ezt most nem emlékszem, hogy kettőnek a hanyadik hatványa, de a kettő a 16-on talán, vagy 15-en csak. Na mindegy, tehát amikortól már nem lehetett volna tovább lépni, utána teljesen leszoktam a játékról így egy csapást, hiszen már nem jelentett többet kihívást, hogy játszak vele, mert nem volt hova tovább fejlődni. Tudom, hogy vannak mindenféle egyéb változatai ennek a játéknak, ahol még nagyobb pályán lehet játszani, de abban már nem láttam akkor a kihívást. Egyébként mielőtt megkérdezitek, tudom, hogy a Number on játszottak néhány évvel ezelőtt ezzel a játékkal, odaadták különböző matematika professzoroknak az egyetemen, és kíváncsiak voltak arra, hogy ők mit reagálnak erre a játékra, és mindenkinek nagyon lesújtó véleménye volt. Játszottak vele, nagyon frusztrálta néhányukat, egyszerűen nem látták benne a nagy kihívást, úgyhogy nagyon-nagyon lehúzták ezt a játékot. Azt hozzáteszem persze, hogy ebben a játékban a matek az abszolút semmilyen szerepet nem játszik. Olyannyira nem játszik benne szerepet, hogy van ennek mindenféle olyan változata is, ahol különböző ábrákat kell kirakni, és amikor ábrák egyesülnek, azt jelölik ki így követendő célként. Volt egy változat, gondoltam, hogy azzal fogok itt játszani, hogy igazán kocka legyen, ott különböző Linux disztribúcióknak a logói voltak. Nem mondom, hogy vágatlan lesz az anyag, bakikat nem fogok belőle nagyon kivágni, de nem akarlak titeket azzal untatni, nagyjából negyed óra alatt jutok el általában a 2048-ig. Lehet, hogy ezt nem fogom nektek az egészet megmutatni, majd időnként belepörgetek. Másrészt azért is kénytelen leszek vágni időnként, mert azzal a képernyő rögzítő alkalmazással, amit találtam, azzal egy húzamban csak 5 percet tudok nagyjából rögzíteni, azt hiszem. Azt mondtam az előbb, hogy a number nál a professzorok, matematika professzorok nagyon lehúzták ezt a videót, amin igazság szerint nem csodálkozom, hiszen tényleg nem kell hozzá sok matek, viszont ennek ellenére én nagyon szeretem ezt a játékot, meg az ilyen típusú játékokat, azért, mert rengeteget segít nekem néha a koncentrálásban, főleg amikor valamilyen kreatív munkán vagy kreatív ötleten kell gondolkodni, akkor nagyon-nagyon szeretek ilyenekkel játszani. Épp annyi odafigyelést igényel, amennyire szükség van, és rengeteg hely marad még az agyamban arra, hogy koncentráljak a kreatív munkákra, legyen szó mondjuk egy Ericsson Challenge-ről, a tavalyit egyébként ilyen játékok közben raktam össze. Egyszerűen nekiülök, elkezdek játszani, közben jár az agyam, és amikor elérek valamilyen szintre, nem csak a játékban, hanem a gondolataimban, akkor leülök, gyorsan leírom ezeket. Tehát nagyon vicces lehet, hogyha valaki megnézi, hogy hogyan dolgozom éppen. Általában nem azt látja, hogy itt lázas munka folyik, és papírok fölött görnyedek, vagy éppen a számítógép képernyője fölött, hanem azt látja, hogy vagy ilyen játékokkal játszom, vagy pedig kirakúzom. Az a másik dolog, amit nagyon-nagyon szeretek alapesetben le nem ülnék mondjuk kirakózni, vagy ilyen játékkal játszani, viszont hogyha valami olyan munkám van, amit nagyon-nagyon át kéne gondolni, hogy hogyan kéne azt megvalósítani, összerakni mondjuk egy tematikát, vagy ilyesmi, és el is értem az 1024-et ebben a pillanatban, tehát ez volt az az állapot, amit három héttel ezelőtt a csatornán is elértünk feliratkozó számban. Tehát amikor amikor valami kreatív munkát kell csinálni, át kell gondolni dolgokat, akkor nagyon szeretek ilyeneket elővenni. Úgyhogy majd, ha egyszer valamilyen motivációs könyvet fogok írni, vagy videósorozatot csinálok, hogy Ups, elrontottam, nem kéne közbe beszélni. Na mindegy. Tehát amikor valami olyan videót vagy könyvet csinálnék, ami arról szól, hogyha olyan sikeres akarsz lenni, mint én, mi az, amit feltétlenül csinálj, akkor biztos, hogy ez benne lenne, hogy vegyél elő olyan játékokat, amivel lekötöd valamennyire az agyadat, de közben azért tudsz kreatívan gondolkodni. Aztán persze, amikor készen vagy, akkor írjál le mindent, és sokkal jobban megy úgy a munka. Persze lehet, hogy egy ilyen könyvet is úgy írnék meg, hogy neki ülnék játszani, kirakózni, 2048-al bohóckodni, és akkor utána egyszerűen leülnék a géphez, aztán leírnék minden gondolatot, ami addig eszembe jutott. Persze ez egy elég vékony jég, nagyon nem szeretem ez ilyen motivációs dolgokat, hogy fú, milyen jó motivációs előadást hallottam, milyen jó motivátor könyvet olvastam, és innentől kezdve így fogok élni, mert általában mindegyik belecsúszik abba a hibába, vagy szerintem hibába, hogy kiemelnek néhány példát, szemezgetnek a jobbnál jobb kimenetelek között, és közben meg általában figyelmen kívül hagyják azt, hogy hány ember próbálta meg ugyanazokat a dolgokat ugyanazon a módon csinálni, és hány ember bukott bele ugyanazokba a folyamatokba. Ez gondolom egyéni érzékenység kérdése is, ki, hogy ki hogy áll hozzá. Én minden esetre nem én vagyok a piaca ezeknek a könyveknek vagy előadásoknak. Egyébként van stratégiája ennek a játéknak, biztos rengeteg féle van. Én azt szoktam általában csinálni, hogy az egyik sarokban kezdem el gyűjteni a számokat, tehát most jelen esetben a jobb alsó sarokban, keverem a jobbat meg a balt, tehát a jobb alsó sarokban kezdem most el gyűjteni a számokat, és így az mindig be van biztosítva. Tehát onnan nem tud elmozdulni, nem tud mellette megjelenni egy olyan alacsonyabb hatvány kitevőjű uh, szám, ami, ami bekavarhatna itt a cél elérésében. Az egyetlen problémát az jelenti, hogy nekem menet közben mindjárt el kéne indulni a rádióba a e heti podcastet felvenni. Uh, az UV-sugárzásról lesz szó. Teljesen véletlenül jött szóba ez a téma, kicsit függetlenül attól, amiről ezen a héten szólt is egy videóban a Naptejekről, egy olyan szakember lesz a vendégem, aki az Országos Meteorológiai Szolgálatnál dolgozik, és valószínűleg mindent tud az UV-sugárzásról. Úgyhogy egy nagyon izgalmas, félórás, egyórás beszélgetésnek állok elébe mindjárt. Egy kicsit utána jártam a dolgoknak, hogy azért ne teljesen sületlenül álljak, ott, sületlen értitek, így UV lesül, leég, na mindegy. Ez nagyon gyenge poén volt. Ezt az adást egyébként majd e, szombattól hallgathatjátok. Egyébként akik Patreonon támogatnak minket, a Szertár Podcastet, azok általában már csütörtökön is megkaphatják az adásokat. Az esetek 99%-ában ez így van, egyszer-egyszer előfordult az, hogy e, Valamilyen technikai jogból nem tudtuk időben feltölteni, de egyébként az, hogy szombatonként lassan a 80. azt hiszem ez a 80. adás, az, hogy szombatonként mindig kín van egy adás, amiben valamelyik kutatóval beszélgetünk, az részben megterhelő, részben viszont fantasztikus érzés, hogy ezt így tudjuk tartani és csinálni nektek. Úgyhogy nagyon örülünk, hogyha szeretitek az adásokat és hallgatjátok, ha pedig még támogatjátok is a Patreonon, azt külön megköszönjük. Persze, ha nem támogatok, akkor is ugyanúgy csináljuk, és akkor is ugyanolyan lelkesedéssel. A különbséget az jelenti, hogy akkor valamennyire ezzel ti is hozzá tudtak járulni a költségeinkhez, ami a podcast kapcsolatban felmerül. Jaj, lassan tényleg el kéne indulnom. Szerintem mostanra látszik, hogy mi az a stratégia, amit követni fogok, és ebben a pillanatban észre sem vettem, hogy ott tartok, ebben a pillanatban Felkészültetek? 3, 2, 1, tarám! 2048 sikerült elérni ezt a számot, úgyhogy el is indulhatok a rádióba, köszönöm szépen mindenkinek, aki feliratkozott, aki követi a csatornát. Um, remek nektek videókat csinálni, nagyon örülök a hozzászólásaitoknak, a kommentjeiteknek, annak, amikor éppen élőzés van, milyen konstruktívan álltok a dolgokhoz. Nem mondom, hogy innentől kezdve folyamatosan 20 naponta meg tudjuk duplázni a csatorna néző közönségét. Persze nem lenne ellenemre, de ez tényleg nem egy olyan mérőszám, ami számomra valami minőséget jelent. Na mindegy, most egy ilyen exponenciális szakaszban vagyunk, ahogy látjátok. Nem tudom, hogy meddig lehet ezt így tartani, ez valószínűleg egy ilyen telítettségi görbét formáz, tehát az elején egy ilyen nagyon meredek indulás van, ahol exponenciális szakaszban vagyunk éppen, aztán ez szépen el fog laposodni, vagy legalábbis ez az, amit én várok a csatornától. De nagyon kíváncsi vagyok, mert ha más nem ilyen matematikai szempontból is egy tök izgalmas kísérlet ez a csatorna, úgyhogy csatlakozzatok hozzá, most már ti is részt vesztek ebben a hatalmas emberkísérletben, viszont nem sokára, szerintem egy-két hónapon belül el fogjuk érni valószínűleg a 2-12-en a feliratkozót, úgyhogy mondjátok meg, hogy arra az alkalomra mivel készüljek. Szerintetek mi lenne méltó ahhoz, hogy a 2-12-en a feliratkozót megünnepeljük, Nyitott vagyok minden megoldásra, megnézzük, hogy melyiket lehet tényleg megvalósítani. Addig is iratkozzatok fel a csatornára, és hagyjatok kommentet a videó alatt. Sziasztok!